Mai második előadónk Szaplancai Orsolya, digitális innovációs központként működő Innoskárt digitális klaszter CEO-ja és klasztermenedzsere. Az Innoskár klaszter azon vállalkozások számára izgalmas, akik mernek nagyot álmodni. Klaszter, amely ösztönzi az innovációt és a fenntartható üzleti megoldások bevezetését. Klaszter, amely segítőkezet nyújt a legjobb digitális megoldások megtalálásában, illetve klaszter a kapcsolatépítés és az értékteremtés szolgálatában. Köszönöm szépen. Jó. Ja, ott lép. léptettem? Jó, köszönöm. Elnézést kis technikai bemelegítésért. Szeretettel üdvözlök mindenkit, akit a mai nap megjelent ezen az előadáson, illetve az online térben minket figyelőket is. Legelőször szeretném megköszönni a Mohanetnek a lehetőséget, hogy ezen az eseményen, az I, a Jettel IoT Live Show második napján a konferencia előadásokba beilleszkedhettünk, és bemutatkozhatunk mi is. Az előadásom a KKV támogatásról, illetve kapcsolatépítésről fog szólni nagyon röviden. Én Szaplonce Jórsaya vagyok, az Innoska Digitális Klaszternek a Klasztermenedzsere. Amikor tőlem azt kérdezik olyanok, akik nem ismerik azt, a, azt hogy mivel foglalkozom a mindennapjaimban, vagy, magyarul mi a munkám, ami egyébként cluster management, meg hogy mi ez az, az inaskat cluster, akkor röviden annyit szoktam mondani, hogy uh, hova kell léptetni? Jó. Akkor röviden annyit szoktam mondani, hogy üzleti kapcsolatépítéssel foglalkozom. Ez egy olyan jól hangzó dolog, kicsit olyan trendi, aki hallja, azt mondja, hogy igen, akkor tudom, mit csinál a csaj. Itt ebben a körben kiegészíteném azzal, hogy ez gyakorlatilag egy digitális innováció támogatásához kapcsolódó szakmai hálózat és poolépítés, illetve konkrétan KKV támogatás. A mostani rendezvény főszervezője <coughs> a Mohanet a rendezvény honlapján rögtön az elején megfogalmazza azt a törekvését, hogy ezzel a rendezvényel, illetve hogy elkötelezett az értékteremtés iránt, és az IoT technológia népszerűsítése. Bocsánat, nekem nem ez a léptetés, Az IoT technológia népszerűsítése mellett teszik le a voksot, illetve viszik ezt a zászlót. Ez a törekvésük maximálisan párhuzam állítható azzal, ami az Innoskartnak is a missziója, ami nem más, mint a hazai digitalizáció felgyorsítása, a hazai, tra ha hazai digitális transformáció felgyorsítása, a digitális megoldásadók, illetve az ipari gyártó cégek közötti párbeszéd, tudás, illetve technológia transfer segítésével. Nem az általánosság mellett, a missziónk meg a víziónk azok elég szép mondatokban megfogalmazhatók, de szerintem sokkal beszédesebb annál, ha mutatok egy pár olyan jó gyakorlatot, olyan az elmúlt években megvalósított projektet, ami egyébként pont ezt az ipari megoldásodó, illetve illetve digitális megoldásadó és ipari gyártó közötti együttműködést valósította meg, amelyek az elmúlt években születtek, és elsősorban direkt Európai Uniós források támogatásával. Ez egy nagyon fontos rész az rész ezekben a projektekben. Egy kicsit majd beszélek erről a konkrét példák után. Az első példában, vagy az első, első, megvalósításban a Reach, illetve a Robotics Kft. volt azok a cégek, akik, ők egyébként nem klasztertagjaink, de egy klasztertag malomipari cégnél egy malomipari csomagoló sor OII mutatójának a javításán dolgoztak, egy mesterséges intelligencia alapú adatmenedzsment megoldással. Ja, és ami nagyon fontos, hogy 118 ezer eurós támogatást kaptak erre. Ezek a projektek egyébként általában egy éven belüli 6, 8, 9, 12 hónapos megvalósítású idejűek voltak. A következő sikersztorink az az Ekomotívnak, illetve a Kubilo Kft-nek a története, vagyis a konkrét projektje, amely szintén 2020-ban kezdődött, és ez a két cég a egy 100 ezer eurón, 105 ezer eurónál nagyobb költségvetésű projekt keretében, de ez volt a konkrét uh, támogatási része, amit kaptak hozzá. Tehát uh, ők arra vállalkoztak a projektjükben, hogy a tojásfeldolgozásba vigyenek a szenzor alapú digitalizációt, és a gyártási folyamatát, tehát az ekomotív gyártási folyamatát kezelt, uh, alakították adatfolyammá. Folyam a Dorotipak, szintén klasztertagunk, Veszprém megyében Csót településen van a székhelyük, illetve a gyáruk. Ők egy élelmiszeripari csomagoló, sorgyártó cég, egyedi csomagoló ö, sorokat gyártanak, és ők nyertek el 14 ezer eurót arra, hogy ö, egyedi csir, e, a csirkeszán, darabot csirkeszány egyedi ö, csomagolását fejleszék. Egyébként ez már egy meglévő, folyamatban lévő projektjük, kísérleti projektjük volt, csak egy plusz lépést tudtak ezzel az összeggel megvalósítani. Tehát ezt a csomagolást fejlesztették robotikai, szoftveres, illetve képi megoldással alkalmazásával. Már tavaly ősszel indult ez a diófeldolgozós projekt, amiben a Diginus Bionus Hungary Kft. kapta a 95 ezer euró támogatást, és egy szintén klasztertag vállalkozásunkkal, a Szikony Europe Kft.-vel, aki egyébként kiállító itt a, a kiállító térben a, ezen a rendezvényen is tehát az ő QST megoldásukkal minőségbiztosítási digitális eszközt segített bevezetni a, a cégnek, amivel a biodiófélék feldolgozását támogatják. Ilyenre korábban abszolút nem volt nem állt rendelkezése a cégnek, a Bionusnak, és ezzel gyakorlatilag a digitális transformáció terén tettek egy nagyobb lépést. Végül, de nem utolsó sorban, a Mortov Kft. szintén klasztertagunk együttműködésében valósítunk meg idén egy olyan 8 hónapos projektet, ami körülbelül 150 ezer eurós támogatásban részesült, ahol az elsőként említett malomipari, malomipari, megoldást már nemzetközi piacra lépésén dolgozunk együtt, illetve zajlik egy újabb malmi, mesterséges intelligencia alapú kísérlet. Ebben a megvalósításban az Inoskartnak a szolgáltatás fejlesztését is segíti az Óbudai Egyetemnek a Bejc Irobot Technikai Laboratóriuma, aki az Inoskartnak stratégiai partnere. Korábban, amikor ezekről a jó gyakorlatokról beszéltem, akkor az a kritika ért, hogy miért mindig csak a pénzről beszélek, hogy, hogy ez így olyan, olyan fura. Valóban ezeket a projekteket azért említem, mert a cégeinknek nagyon fontos látni azt, hogy forráshoz juthatnak. Tehát nem csak a, a digitalizáció evangelizációjában szavak szintjén veszünk részt, hanem igenis támogatást nyújtunk, és a forrásokat is segítünk elérni a tevékenységünk során. Globálisan úgy foglalnám össze, hogy az Innoskart, mi több mint tíz éve működik már ebben a kapcsolatépítő, illetve KKV támogató területen, illetve végzi ezt a tevékenységet, azokat a forrásinformációkat, amelyek nek az eredményeit az előbb mutattam hozza a partnerei számára, tehát megkeresi, megtalálja, felkutatja a rendelkezésre, bocsátja. Nagyon fontos, hogy ezek nem a hazai GINOP, VECOP és társai rendszerébe illeszkedő projektek, lehetőségek, hanem direkt Európai Uniós forrás lehetőségek kifejezetten innovációra, digitális innovációra fordíthatóak. Mi segítünk abban a partnerkeresésben, illetve a konzorcium összeállításban, mert ezek mind konzorciális pályázatok, amikre szükség van a digitális megoldás adók bevonását jelentő módon, illetve az ipari gyártókat is meg kell találni. Segítünk a projekteknek a a megírásában, ha szükség van rá, illetve ez mind, mind opcionális lehetőség, Segítünk a projektmenedzsmentben, illetve ami egy nagyon fontos szolgáltatás ajánlatunk az, hogy egy mar, egy kommunikációs, illetve marketing szolgáltatás csomagot is ö, tudunk a projektekbe illeszkedni, ami azért fontos, felmerülhet egyébként a kérdés, hogy erre miért van szükség. Erre azért van szükség, mert az uniós projekteknek alapvető elvárása, hogy ezek a munkacsomagok is megjelenjenek, hiszen ha már ö, pénzt ad az unió arra, hogy ö, az, az a digitális innovációra, akkor erről a közösséget, mert az Európai Uniós közösséget is elvárja, hogy tájékoztassák a nyertesek, a támogatottak. Egyébként most már a, szerintem, aki hazai pályázati rendszerben indult, tudja, hogy itt is erősödnek azok az elvárások, hogy a kommunikációs rész az megjelenjen, tehát ne csak a fiókoknak, meg szűk, szűk, körnek, vagy egy viszonylag hát adott nyertes üzleti hálózatában pár embernek juttassuk el az információkat, hanem, hanem, hanem tényleg egy, egy, szélesebb közönségnek. Nagyon fontos tulajdonság az Inoskar digitális klaszternek, hogy akreditált klaszter. Ha valaki, ezt azért mondom, mert ha valaki a pályázati rendszerben a következő időszakok, illetve már az elmúlt időszakban is jellemző volt, hogy találkozhat azzal a fel, felhívással, vagy azzal, a, azzal az elemmel a kiírásokban, hogy akreditált klaszter tagságért plusz pont járhat. Ez nem azt jelenti, hogy nyitott ajtók állnak nálunk, és ész és fék nélkül felveszünk bárkit, aki jelentkezik, és a, a, megígéri, hogy ő azonnal aktív, közösségi tag lesz a klaszterban, ahol egyébként jelenleg 60 cég van körülbelül, egy picit több, mint 60, hanem azt, hogy aki olyan értékekkel, kompetenciákkal, üzleti mentalitással rendelkezik, ami illeszkedik a mi közösségünkhöz, azokat nagyon szívesen látjuk, és egy, egy minőségi szűrő beléptető folyamat után lehet csatlakozni, természetesen értéket hozva a közösségünkbe, illetve a szolgáltatásainkat lehetőség szerint igénybe véve, illetve esetleg akkor a plusz pontokhoz jutva. Egyébként mi is kiállítóként vagyunk jelen a a Lenti kiállítótérben, térben, ha valaki bővebben szeretne irántunk érdeklődni, állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak itt a teremben, illetve az online térben. Ágnes, visszaadom a szót.